Mindenkit szeretettel üdvözlök, az én nevem Raj Ferenc, és én vagyok a Beit Orim Reform Zsidó Hitközségnek alapító rabbia. Nem tudom, miért mondom ezt, mert azt hiszem, majdnem mindenki ismer engemet. Most angolra fogok egy percre átváltani. It is my pleasure and great privilege to greet among us once again. And he's not a guest, really. He is, as his name says, a good friend of Beit Orim. So I am really happy that he is here with his wife, beloved wife, Frances. And why don't you just stand up, Andre, good friend, the Charles de Fer of the United States of America, my country. I am American, I am Hungarian, and I am Jewish. I know it is very difficult to understand it in Hungary because they say you must choose. So I chose all of them. And Frances, we want to introduce you too. You don't have to sing. I am so happy. You know? And Frances makes our Charles de Fer very happy. Eh? So itt vagyunk most együtt, és minden évben van egy témánk. We gather together and every year we have a theme. És a mai téma, a Brocki Ildikó az mindig tud mindent. Tudod, mi a témája ennek? Így van. The theme, a témája ennek a koncertnek, nem halok meg, bizony élni fogok. The theme of the concert is, I shall not die, but live. És ez nagyon fontos, főleg ebben az évben, 2014-ben, mert ez a 70. évfordulója a magyar holokausznak. It is extremely important to give this message today because this is the 70th anniversary of the Hungarian Holocaust. This is a quotation from the Psalms, Psalm 118, verse 17. And I would like to teach you in Hebrew. Lo amut. Please repeat, mondjátok. Lo amut. Ki echje. Once again, még egyszer. Lo amut. Ki echje. Még egyszer. Lo amut. Ki echje. And this is indeed the message. And I want everybody to know this message in Hungary. The Hungarian Jewish community, and we say loudly and clearly, Lo amut. Ki echje. I shall not die, I will live. Igen, ez az üzenet, amit mi Magyarországnak zsidói, reform és ortodox, neológ és habad együtt kellene mondanunk. Kedves barátaim, egy híres professzor, akinek a fia tanított engemet, Simon Ravidovitz írt egy hosszú eszét, egy hosszú tanulmányt, amelynek az volt a címe Israel, the ever dying people. Izrael az örökké haló, meghaló nép. There was a famous professor, Simon Ravidovitz, who wrote an essay, a very famous essay, Israel, the ever-dying people. És Mark Twain-nel akarjuk mi mondani, és ugye mindenki ismeri ezt, és hagy idézzük Mark Twain-t, hogy a halálomról szóló hírek erősen túlzóan. So, I guess that Andre speaks Hungarian a little bit. Perhaps you understood it.
I refer to the fact that the great American writer, and we will use the quotation from him, taught us, and this is the message of Hungarian Jewry, the reports of my death have been highly exaggerated. Lo amut ki ehye. Megint. Lo amut ki ehye. Nem halok meg. Nem halok meg. Bizony élni fogok. I cannot hear you. I want the people outside to hear that. Én akarom, hogy kint is hallják ezt. Nem halok meg. Nem halok meg. Bizony élni fogok. Nem halok meg. Nem halok meg. Bizony élni fogok. I shall not die. But live. I shall not die. But live. And I have a vision. This is still a vision, but it will become reality. The Tom Lantos Synagogue of Congregation Beit Orim, regardless that we will be accepted by the government or not, we can say with the psalmist, I shall not die, but I will live. And this is the concert, and it is my great pleasure and privilege to introduce our MC. And our MC is nobody else but our own Zsuzsi Legényt. Nagyon nagy szeretettel szeretném bemutatni a műsorvezetőnket, Legény Zsuzsit, aki mindjárt átveszi a mikrofont, és nekem volt a privilégiumom, ugye, hogy én voltam a rabbi, amikor ehhez a nagyon helyes férfiúhoz ment feleség. It was my privilege. I was the rabbi when they got married. And why don't you stand up that we will see your husband? Oh, we'll never come. Oh, sose jön, de ez nem igaz. Az én kedvemért még föl is állsz. Okay. Yeah, please be seated. Nagyon köszönöm. Raj Ferenc gyönyörű szavait. Egyébként, mint láttátok, rám itt semmi szükség nincs, mert tökéletesen élvezett bármilyen műsort. Úgyhogy nem tudom, miért hív, lehet, hogy azért, hogy minden évben kaphassak a férjemtől egy új ruhát, de én azért is nagyon hálás vagyok neki. Nem húzom tovább bohóckodással, szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon nagy tisztelettel, hogy eljöttek hozzánk. Mr. Goodfriend és felesége nem először van itt nálunk. Egyébként arra gondoltam, Feri, hogy nem jutott eszünkbe, hogy megkérjük Andrét, hogy nálunk énekeljen. Én őt hallottam énekelni, és azért merek magyarul beszélni, mert tudom, hogy pontosan érti, amit mondok. Csodálatosan énekel. Itt volt nálunk a... hogy hívták azt a rabbit? Tudtok nekem segíteni? Hát tudom, melyik rabbit? Néhány hónappal. Texasból David Katz. David Katz. Neil Katz rabbi Texasból. És akkor nekem volt részem abban, hogy hallottam, ahogy énekeltél. Nagyon szép volt. Úgyhogy lehet, hogy jövőre felkeresünk. Nagy protekcióm van rajta rendszer. Hát, meglepetés vendég. Viszont az első valódi vendégünket, ami szeretett Dinánk, kétszeres anyuka, őt szeretném felkonferálni Lam Dáviddal, ő kíséri Dinát. Hát mióta a Beit Orim létezik, néhány év óta, ugye, azóta Dina majdnem minden évben itt van velünk, azóta sokasodtak, szaporodtak. Ott van kis Eliahu baba, ő a második kisfia Dinának, és ami nagyon fontos, hogy ugye nem látok semmit, de innen messziről, december 18-án lesz Dinának a nagy visszatérése, ezután, mert ugye ez is egy hatalmas visszatérés, mikor is egy kisbabák után újra nagy koncerteket vállal. Nézzétek a Dina honlapot, és kövessétek figyelemmel a koncertjeit Dinának. És most akkor nagy szeretettel köszöntöm Dinát, Dávidot, és kérlek, hogy muzsikáljatok nekünk. Szeretném csak megemlíteni, hogy a tegnapi nap az nagyon fontos nap volt a magyar zsidóság történetében. Tegnap emlékeztünk
Szenes Hannára, Szenes Anikóra. Igaz, hogy egy héttel ezelőtt is emlékeztünk, de a zsidó dátum szerint az ő jorcájtja az tegnap volt. As you know, the heroine of Hungarian Jewry is Hanna Szenes, and her yorcayt was yesterday, the anniversary of death. It is true that in 1944 she was executed brutally, tortured and then executed on the 7th of November. But this year, in 57-75, this day coincided with yesterday, November 14th, and she lives on. She did not die. They killed her, but she did not die. And the song is still alive. Él még a dal. Da 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 da
Ich will bei euch eine Kasse fragen, sucht mir, wer es kann. Mit welchen Tieren vermeigens, bin's gut allemann. Mein Gott ist nicht für keine Geld, das gibt mir nur im Sinn. In doch es mein verliebtes Weifel, Tränen mein vergisst. A zweiter geht mein keinem nicht, es hat nicht kein Gewein. Oh. Was schon was ich mein. Jeder schämt mich, es gibt nicht besser oder wert. Jeder schämt mich. Oi, vai, wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön in lichtig ist in uns, wenn die Mama ist du. Wie treure Finster wird von Gott, nehmt ihr euch, olem habu. In Wasser und Feier, wo sie gelaufen für ihr Kind. Nicht hätte nie dein, du siehst gewiss die größte Sinn. Ui, wie glücklich ihr reich, dieser Mensch, wo's hat, als es scheine macht du, ne geschenkt für nur Gott, nur ein artiges Gedäsche. Lichtig ist ein Haus, wenn die Mama ist du.
tidigt finns där värt vem går när du rör Orim habu invester in fire och sig loven för nicht hätte ni du ses gewiss die Oy, wie glücklich er ist, ist der Mensch, was hat. Als er scheine, macht du ne Geschenk für ne Gott. Nur ein Atisch gehe dich, Mami. Mami. Szeretnék magamra egy picit kérni, mert hangosan, nagyon hangosan hallom a gitárt, magamat meg kell vésni. Köszönöm. Utolsó dalunkhoz érkeztünk. Nigun Etik, egy kedves zsidó dal, körtánchoz szokták ezt a dalt énekelni. Na 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 na
Ha mikrofon nélkül beszélek, hallatok? Lehet így? Akkor nagyon szépen köszönöm, Dávid, még megfoglak benneteket. Tudnélik, egy picit álljál arrébb. Igen. Itt a, még egy kicsit arrébb. Itt az asztalon láthatjátok ezeket a gyönyörű köveket, nem ismeretlen azért már ez nagyon sokunk számára, főleg a bétorimosok részre. Van nekünk egy házi képzőművészünk, úgy hívják, hogy Magyar Sára. Magyar Sára arról híres, hogy egyrészt olyan tehetséges, mint a nap, másrészt viszont Magyarországon elsőként, hát ezeket csak így felmutatom, ez a művészeinknek ajándék, fogadjátok nagy szeretettel, választhatok belőle. Magyarországon elsőként ketubákat fest és ír. Tehát tudni, egy szófér munkáját végzi Magyarországon? Azt fogja majd. Azt fogja végezni. Igen. Ez még más. Úgyhogy a művészeink ezt kapják ajándékba, fogadjátok szeretettel, és azért szeretném... Mutasd jó, be. Szeretném, hogyha... Tudom, hogy nem szereted, de hogyha megtapsolhatnám. Alig várjuk, hogy Dina visszatérjen a teljes zenekarodra. Köszönjük szépen. Köszönjük. Most megint át kell, hogy adjam a szót. Tehát nem vagyok én itt igazi műsorvezető. Dehogy a nem, Ferinek, te igazi műsorvezető vagy. Nem, mert kapunk nem, egy nem, meglepetést nem, tőle. Hát két meglepetést. Az egyik, az bekonferálom, majd a szünet után lesz egy meglepetés, de azt most nem mondom, hanem azt szeretném megemlíteni, hogy minden évben vannak meglepetés vendégeink. És ebben az évben annyira örülök, hogy fiatal barátaim, akiket én a saját unokahúgomtól örököltem, a Ráheltől, és nekem volt a privilégiumom, hogy mint rabbi, az ő zsidó esküvőjükön én voltam ott, és én celebráltam. Tehát nagy szeretettel szeretném bemutatni, és ismerjük már Korcsolán Orsolya, Orsi, és a férjét, Sugár Gergely. Nagyon híresek, és én nem is tudnám felsorolni, de a legérdekesebb az volt, azt el kell mondanom, hogy hát szeretem hallgatni a San Franciscói rádiót, és a Napnak a CD-je jön fel, és a Napnak a CD-je Orsinak a CD-je. I love to listen to KDFC of San Francisco, and one day in California I was listening to KDFC, and what was the CD of the day? It was Orsi's CD. And the most important thing is, you did not know about I it, right? I didn't know anything. Such a surprise. So you are the one. That's something you don't know about. Let me tell you. Mondjál, mondjál. This CD is on the road to be a nomination for Grammys. Wow. So a CD-üket Grammy-re akarják, jelölték. Ben vannak, Isten. Igen. És még egy kicsit, hát dicsekedjetek, hogy kik vagytok, hát mégis, mert itt éltetek valaha, de most már áttettétek a székhelyeteket Bécsbe, Viennába, ugye? Igen, Gergő a Bécsi Szimfonikusok Kürtművésze, valamint a Grácz Egyetem professzora. Én pedig ugye nagyon sok koncertet adok, úgy mint szólista, úgy mint kamarazenész, és most nagy büszkeséggel jelentettem be önöknek, hogy szeptemberben megnyitottam a saját zeneiskolámat Bécsben, Bécs szívében, úgyhogy nem csak magamnak tartom meg a tudást, hanem továbbadom a következő generációnak is, úgyhogy ez egy nagyon nagy boldogság számomra. And just for the sake of the good friends, summarize it in English. Gergely, my husband, is a member of the Vienna Symphony Orchestra in Vienna, and he's also a professor at the Graz University, and I'm a soloist, I play chamber music all over the world. I just had a CD. Wow. Came out, which Ferry mentioned, and which is a great, great dream of mine and a pleasure that I could open my own music school in the heart of Vienna.
So it's not only for me, this knowledge of violin playing, but I could give it to the next generation. And now we are going to perform two beautiful melodies from Schindler's List together. Schindler listájából hallhatnak két szép dallamot. Gondolom, mindenki nagy felismeri. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Köszönöm, hogy ti is
választom. Hallottátok be? Igen, Magyar Sára csinálta. Hogy lehet? Lehet, hogy ezt választottam. Ugye az elsőknek van szerencsé. Igen. Köszönjük szépen. Gyönyörű, köszönjük szépen. Köszönjük. Mi köszönjük ezt a fantasztikus meglepetést. És további jó szórakozást ma estére. Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm. És hát magunknak is további jó szórakozást kívánok, mert ugye a műsor nem áll meg, következik, nem is kell bemutatnom Garai Robert színművészt, mert ugye nem telik el úgy Bétorim rendezvény, hogy ő ne segítene minket ebben az évben is. Köszöntsék őt szeretettel! Köszönöm szépen egy évig. Szeretettel köszöntöm Önöket, szeretettel köszöntelek benneteket. Engedjétek meg, hogy egy három olyan költő versét adjam át, három olyan ember versét adjam át, akik ugyan nincsenek már közöttünk, de soha nem fognak meghalni. Az első ilyen költő, az első ilyen ember, Szenes Anikó, Szenes Hanna, aki egész életében a harmóniát kereste. Az ő versét szeretném elsőként átadni nektek. Harmónia. A természet csupa ellentét, nappali fény és éj sötét, kopár hegyek és világos völgyek, piciny fűszálak, hatalmas tölgye. A komoly észak és a dalos dél, a tikkasztó nyár és a dermesztő tél. A káosz a rend, a zaj és a csend, a föld és az ég, a kezdet és a vég. És ellentmondás a történelem, egyéni érdek és honszerelem, viszálykodás és tömörülés, az Isten nevében emberölés, felszökő pálya és letört vonal, bonyolult cselszövés, szakadt fonal. A szolga az úr, az angol a búr, a tömlőc az őr, a béke a tőr. És mind csupa hegyvölgy és mind csupa véglet, az emberi lélek, az emberi élet. Lobogó érzések, lehiggadt ész, feszülő tervek és remegő kéz. A tett és a szó, a rossz és a jó, a csonka és az ép, a rút és a szép. És a számtalan végletnek egy az ura, a világot átfogó harmónia. Köszönöm szépen! A következő vers Szép Ernő verse, akiről tudni kell, hogy 1944. novemberében, éppen 70 éve, hogy megállítsák a szovjet tankokat, Veresegyházán tankcsapdát kellett ásni, mint munkaszolgálatosnak. Egy fiatal suhanc odament hozzá, és fejére vágott egy húsánggal, mire ő térdre esett, kalapja leesett a földre. Felvette a kalapját, felállt, és a többiek felé fordulva halkan azt mondta, biztos nem olvasta a verseimet. Szép Ernő egy utolsó verse, a bánat útja. Egyszer csak felkerekedtem, a hátamra zsákot vettem, bodot vágtam száraz fáról, elmentem erről a tájról. Mentem, mendegéltem, mindent voltam, ahol éltem. Minden könnyem összeszedtem, kit szememből elejtettem. Harcmezőről, vérből, sárból, hoteleknek vánkosáról, szép leány kezefejéről, hűkönyveknek leveléről, temető hideg kövéről, szegényeknek küszövéről. Összeszedtem minden szómat, visszacsaltam minden ómat. Sóhajaim elkapkodtam, mindent felgombolítottam, boldog órám után jártam, boldog órám nem találtam, lépéseim mind megtettem, a nyomát mind felemeltem. Mindentől, amihez értem, sorba bocsánatot kértem, mindent megköszöntem híven, amitől csak fájt a szívem.
Elbúcsúztam a világtól, a tengertől és a fáktól, kerti, mezei virágtól, kezemet nyaló kutyáktól. Zsákomat hátamra téve, mentem a világ végére. A világ végén leültem, a nagy csendnek úgy örültem. És azóta mind csak nézem a felhőket, fenn az égen. Radnóti Miklós versei következnek, amiket Fannikához írt. Jókor menekülsz, a patak csupa bánat, felborzad a szél, kiszakadnak a felhők, csattanva lezúdul a vízről a zábor, elporlik a csöpp, nézek utánad. Elporlik a csöpp, de a test csak utánad nyújtózik, és az iszmak erős szövedéke még őrzi a vadszorítást, a szerelmet, emlékezik, és gyötri a bánat. Úgy gyötri a testet utánad a bánat. Úgy röppen a lélek utánad eléved. Ó, semmi, de semmi sem már. Ez a zápor sem mosná le rólam a vágyat utánad. Rejtettelek sokáig, mint lassan írt gyümölcsét, levél közt rejti ága, s mint téli ablak tükrén a józa jég virága virulsz ki most eszemben. S tudom már, mit jelent, ha kezed hajadra lebben, bokát kis billenését is őrzöm már szívemben, s bordáit, szép ívét is oly hűvösen csodálom, mint aki megpihent már így lélegző csodákon. És mégis álmaimban gyakorta száz karom van, s mint álombéli Isten ölellek száz karomban. Fölötted egy almafa ága, szirmok hullanak a szádra, s külön egy-egy késre pereg le, ráhull a hajadra, szemedre. Nézem, nézem egész nap a szádat, szemedre hajolnak az ágak, fényén futkos a fény, csókra tűnő tünemény. Tűnik, lehunyott szemedet, árny játszik a pilla felett, játszik a gyenge szirommal, s hull már a sötét, valahonnan hull a sötét, de ne félj, megszólal a néma ezüst éj, kivirágzik az égi fa ága. Hold bámul erre a béna világra, két karodban ringatózol csendesen, két karomban ringatózol csendesen, két karodban gyermek vagyok, hallgatag, két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem jesz majd a halál nagy csendesen, két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. Két karodban ringatózom csendesen, két karomban ringatózom csendesen. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karodban gyermek vagyok, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem jesz majd a halál nagy csendje sem. Két karodban a haláltól, mint egy álmon átesem. Nekem is azt tetszett a legjobb. Köszönöm szépen, egykor megzik. Esúron pedig. Igen. Köszönöm szépen. Folytatjuk tovább a műsorunkat. Nagy tisztelettel megkérem Jáger Bandit, a Jazzrál együttesnek a vezetőjét, azon kívül George Benson és Alex Acuna rendszeres kísérőjét, mert hogy ő zongorista egyébként, zongora kísérőjét, hogy foglalja el a szerszámját, igen. Vécsen kívül Jáger Bandi nem olyan rég került a közösségünkbe, de annál nagyobb lelkesedéssel vesz részt a programjainkon, és segít minket ott, ahol csak tud. Most a zongora játékával fog elkápráztatni bennünket. Nem utolsó sorban szeretném Székelyhidi Hajnalt bekonferálni, a Magyar Állami Operaház magánénekesét,
az Orzse kántor szakának adjunktusát. Nagy szeretettel köszöntök! Szerintem nagyon sokan ismerik, nagyon híres vers. Én szeretem mindig elmondani a fordítását a daloknak, a dalesten is ez a szokás, mert nem mindenki beszél esetleg héberül, vagy más nyelven, amin szól a dal, és azt gondolom, hogy egészen más az, amikor az ember ismeri a dalnak a tartalmát. Így hangzik a vers. Boldog a gyufa, Szenes Hanna. Boldog a gyufa, mely elég veszítja a lángot. Boldog a láng, mely szívek mélyén dobogott. Boldog a szív, mely dicsőn múlt ki a világból. Boldog a gyufa, mely elég veszítja a lángot. Szemben lakik, a szemei, mint a cseresznye, a gyerek egy vagyont ér. A kislány zsidó, a neve Gornasztje. Köszönök neki, jó reggelt, azt válaszolja, Zdrasztje. Mondom neki, kislány, tudod, hogy ma van húsvét? Azt válaszolja, húsvét holnap lesz? Én úgy tudom. Ránézek a homlokára, borús az ábrázata. Húsvétra mi tojásokat fogunk festeni. Látom, hogy a kislány nem siet a prédikációhoz. Mellettem állva a lépcsőn töpreng. Kérdezem őt. Nem akarsz játszani a gyerekekkel? Vagy félsz a kutya ugatásától? Hebeg. A hosszú Andrejka kerget engem. Fenyeget egy bottal. És azt kiabálja nekem. Zsidó lány. Thank you.
Sárának köszönhetjük őket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én köszönöm a csodát. Aki Anita nélkül érkezett, mert Anita sajnos megbetegedett, de innen is nagy szeretettel gyógyulást kívánunk neki, köszönöm. Mielőbbi gyógyulást. Nem kell őt bemutatnom, a Shabbat Songnak a vezetője, aki idén ünnepli a Sweet Sixteen-t, ha jól tudom, a Shabbat Song zenekar. Parancsolj, nagyon köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek, úgyhogy...